Köszöntöm Önöket, az Egészség mentén című magazin műsorunkat látják. Mai adásunkban egy negyedórás rövid filmet nézhetnek meg, a Transzplantációs Alapítvány a megújított életekért szervezet jóvoltából. Az alapítvány minden évben tábort szervez a szervát ültetett gyermekek és családjaik részére, tavaly előtt pedig több felvétel is készült a Mi nagy családunk bemutatásáról. Ez idő alatt az egyik kisfiúnak riasztása érkezett, többek között ezt is megtekinthetik majd. Jönnek, Zotya! Zotya, itt vannak! Itt vannak! Itt vannak! Hajrá! Hajrá, hajrá! Egy család eljut addig, hogy el fogja veszíteni az egyik gyermekét. Zotya, kemény vagy, túléled? Ez nem kérdés! Van egy pont az életükben, amikor úgy elvész a jövő. És a jövő, amit elképzeltek, hogy akkor majd ovi, és aztán általános iskola, és gimi, és minden simán megy, és amit a gyereküknek elképzeltek, az úgy egy pillanat alatt eltűnik a diagnózissal együtt. Gyertek be! Hogyha! És akkor felbukkan, felsejlik egy remény, hogy talán a szervát ütetéssel tudunk segíteni. A mi is nyerünk tábor szerintem egy közösség elsősorban. Ez a tábor, ez minden gyereknek, nem csak a transzplantált gyereknek, hanem az egészséges testvérnek is ingyenes, az alapítvány fizeti. Egy olyan rehabilitációs tábor, aminek pont ez a lényege, hogy a testvérek és a szülők, az egészséges testvérek és a szülők együtt vegyenek részt a, akár beteg vagy sérült gyermekükkel. Látok egy gyereket, aki már 5 évvel ezelőtt túl van azon, amin én fél évvel. És látom, hogy 5 év múlva is lehet élni, és visszailleszkedett a társai közé, és sportol. És azt gondolom, hogy ezért nagyon fontos, hogy itt legyünk egymásnak, mert jövőképet adunk. Nem szeret. Transzplantált vagyok, és miattam vannak itt. És még azért is, mert hogyha nem lennék transzplantált, akkor akárhova elmehetnék. Mert itt legalább vannak barátaim. Itt az a lényeg. Emlékszel a szemültétedre? Fájt. Három beséd van, igen. Igen, ott van 2, igen, ott van. A középső lányunk Gabi, ő 2015. decemberében májdaganattal diagnosztizálták, és a daganatra kapott kemoterápiát követően kiderült, hogy transzplantációra van szükség, úgyhogy ő a májtranszplantált a családban, és miatta itt lehetünk mindannyian. Debrecenben azt mondta nekem a nefrológus, hogy nekem kell hazavinni, mert hogyha nem én viszem haza, akkor a gyereknek már az 1 éves tortáját se kell megvenni. Szó szerint így mondta. És akkor hát úgy döntöttem, hogy jó, akkor én hazaviszem. Sok mindenről le kellett mondani, de hát egy élet többet ér szerintem. És figyelj, forgat, 1-2-H, 2-2-H, és táncoltás, halad! Valahogy a betegség a szülősséget hívta elő a szülőkből, és a párkapcsolat háttérbe került.
és nagyon fontos volt az, hogy megsegítsem őket abban, én ugye a családterapeuta lévén, hogyha ők elveszítik egymást, akkor a gyerekeknek nem lesz biztonságos közegük. Családsegítő programok vannak, családterápiák, pszichoterápia, és minden olyan dolog, amitől egy pár jól érzi magát. Rádöbbentem arra, hogy nem vagyunk egyedül, abból a szempontból sem, hogy nekem az egy nagyon nagy terhem volt, hogy azt hittem, hogy már x idő eltelt, nekem már jobban kéne lennem, nekem már kellene tudnom sírás nélkül, és hogy tök jó volt, hogy itt akik 20 éve, azok is együtt éreznek, és vannak. És együtt sírnak. És ezt köszönöm. Van ki mit tud, ahol megmutathatják, hogy mit tudnak a gyerkőcök, és kiállhatnak a többiek elé, és megtapsolják őket, és különlegesek valamiben. Most a kukába, a kocsinak annyi mész, te is utána csináld, amit mondok, én is meg az orrod, úgy látom, ez nem megy, vannak itt gondok, a jogsinak is lőttek, ketté is van márva, most már gyalogos vagy, húzzál ez a frázba! Bajkeverő sejtek voltak a májamban, és ki kellett cserélni, tehát egy új alkatrészre. És hát itt több olyan gyerek is van, akinek szintén így cserélték a szerveit, például szív, tüdő, vese. A szervátültetés egy egészen különleges orvosi beavatkozási mód. Egy olyan életmentő beavatkozás, ahol vagy egy élő emberből vesznek ki egy darab szervet, vagy pedig egy halottnak a szervét ültetik be egy nagyon beteg emberbe. Huszonhárom műtétje volt, ebből 5 volt a fülével, és a többi az a vesével kapcsolatos volt. De nagyon jól, tehát élni akar a gyerek, látszik rajta, hogy élni akar, és nagyon sokat küzdünk, és küzdöttünk együtt. Nincs olyan szülő, aki ne vállalná át egy pillanat alatt a gyerekétől a betegségét, és nem teheti meg, és sokkal nehezebb ezt átélni, mert azt gondolom, hogy a tehetetlenségnél nincsen nagyon rosszabb. Voltak még törések egyébként, mert ugye apukája azt mondta, hogy neki beteg gyerek nem kell, és így aztán az enyém lett Tányér Zolika pickorától kezdve. Egy ilyen végstádiumú betegségnek vannak jelei. Sárga, nagy a hasa, alacsonyabb, mint a többiek, mondjuk az utána is megmaradhat, de hogy nagyon-nagyon csúnya dolgokat tudnak mondani a gyerekek. És azt gondolom, hogy ez nem transzplantált specifikus, meg nem beteg gyerek specifikus, hanem minden különbözőséget rosszul fogadunk el. Az ő egészségi állapota már 3 éve, vagy több mint 2,5 éve megromlott, és emiatt kimaradt az iskolából, és az osztálytársak már nem keresik. Ugye az ő életükben 10 évesen ez a 3 év, ez iszonyú hosszú idő, már nem tartják nyilván Gabit. El is próbálom felejteni, hogy van valamim, amit el kéne felejtenem. Mert egyébként járnék normális iskolába, és akkor lennének több haverjaim. Nem látják, hogy egy éven keresztül benn volt a kórházban, csak azt látják, hogy figyelemzavaros, hogy a viselkedése hiperaktív, és ezt a felnőttek nehezen tolerálják, mert az ő gyerekük más, jó, csöndes, nyugodt. A baráti körünk teljesen széthullott, nagyon kevés ember maradt mellettünk, még ők is nagyon nehezen dolgozták azt föl, hogy megváltozik a hangulatunk, hogy ki kerülünk a közösségből, hogy nem tudunk összejárni, hogy nem látunk senkit szívesen, és úgy leépültek. Nagyon-nagyon kevés ember az, aki 3 évvel ezelőtt barát volt, és ma is az. Én engem lelkileg ez nagyon megvisel, mert annyira szeretem és annyira sajnálom, mert tudom, hogy nagyon-nagyon. És amikor rám mosolyog, meg megsimogat, meg elkezd hízelegni, hát akkor meg aztán így, amikor ugye szeretem mama, és akkor millió puszit kapok egy nap, nagyon sok puszit kapok egy nap, ha együtt vagyok. Már sajnálta. Azért igen. És akkor tudom, így olvadok. Minden sajnálta. És akkor minden el van felejtve.
Erdő, mert villámlott is, és gyerünk befele onnan. Villámlott is, és gyerünk befele, nem játék. Sajnos az év során Gabinak újra daganatos betegsége lett. És amiatt sajnos már a tavalyi nyári nyaralást le kellett mondanunk, illetve tavaly nyáron minden egyéb tábort, programot, nyaralást sajnos le kellett mondanunk, amit terveztünk. Úgyhogy az idei évben az a tervünk, hogy mindent, de mindent bepótolunk, és kezdjük ezzel a táborral itt Balatonszemesen, ahol én úgy tudom, hogy a három gyönyörű lányunk remekül érzi magát, és mindenkinek ez egy jó kikapcsolódás, és most tudjuk, hogy milyen az, hogy együtt megyünk nyaralni, egy olyan helyre, ahol rengeteg ismerős, rengeteg barát, és nagyon sok, nagyon jó program van. Mindenki tud mindent. Már mindenki itt bőg. Zsuzsa néni. Ha mit szólsz? Ha mit szólsz? A Zoligának. Most mama lettek a medélyék. A mentelők, fél óra múlva itt a mentő. Bede Zolika most kapott májat, most egy fél órán belül itt a riadója van, reméljük, hogy kap. Úgyhogy te ne félj, aludni fogsz. Minden fölébredsz, ó. Mi beszélünk, nem fogunk aludni. Ja. Egy percet se. Jó. Akkor Balázsra vigyázzál. Jó, majd mit vigyázzunk. Azért nem a drágér Ha mondom, hogy azért nem vagyok. Szerintem még senkinek nem szokottak elég megjelni a szívem. Az életben ilyen nem szokott. Kisebbek és ártatlanabbak nálam, azok mindazt kibírják, amit én is kibírtam, és ez megszűnik az emberben. A depresszió, megszűnik a félelem, és hatalmas erőt ad, hogy akár egy 2 éves gyermeknek én magam egy biztatást nyújtok. Azt, hogy megéljem a mát, azt, hogy én most vagyok itt, hogy én most tudok a páromnak egy jó szót mondani, hogy most tudom megdicsérni a gyerekemet, vagy most tudok vele sírni, azt gondolom, hogy talán ez a legfontosabb, hogy mi szervet ültetettek, ezt tudjuk élni, jól tudjunk élni. Ezek a gyerekek pontosan ugyanolyan gyerekek, mint az egészséges gyerekek. Aranyosak, szépek, kedvesek, játszanak, vidámak. Azt szeretném kérni, hogyha valakit egy olyan tragédia ér, hogy elveszíti a gyermekét, akkor gondoljon arra, hogy a szerveinek a felajánlásával 5-6 beteg kisgyerek életét mentheti meg. Nehéz elképzelni, hogy mind megy keresztül egy gyerek, aki a betegségét próbálja leküzdeni. És én tulajdonképpen azt szeretném üzenni, hogy fogadjanak el bennünket, legyenek velünk türelmesek, és hogy ez a mi nagy családunk, ez nekünk nagyon jó. És nem tudom befejezni a mondatomat. Ah!
Az elmúlt mintegy negyed órában a Mi nagy családunk című rövid filmet láthatták a Transzplantációs Alapítvány jóvoltából. Tartsanak velünk máskor is, vigyázzanak egészségükre, viszontlátásra!